Voltál már ilyen vizsgálatban? Nem, de hát annyi filmben láttam már, hogy nagyon izgalmas. És itt kiderül az igazság, mert hogy akkor jöjjön a poligráfos vizsgálat, mert ez itt még mindig a 20 perc őszintén. Kezdem a kérdezést, kérem most már ne mozogjon. Ma hétfő van? Igen. Ön extrovertált személyiségnek tartja magát? Nem. Ön szépnek tartja magát? Igen. Ön azt gondolja, hogy nagy tehetség? Igen. Képzeld el, az egyik leges, legklasszabb alany vagy. Nagyon őszinte voltál. Szinte alig lehet rajtad fogást találni, de azért voltak érdekességek. Na. Például ez a 15-20 másodperces szünet, hogy nagy tehetségnek tartod-e magad. Ja. Ez a zavarba ejtő volt a kérdés, hát nyilván. Hát, igen, ez az igen, nem, ez tényleg nehéz, vagy ugye az ember, de egyébként ez nem biztos, hogy ez egy rossz kurzus, így tényleg, hogy be van az ember szorítva abba, hogy igen-e, vagy nem kell, és nem kell össze-vízre hadválni, meg kimagyarázni magadat, mert ez például egy olyan kérdés, ami szembe jön, és hát, nem tudom, igen, hát zavarba ejtő is nyilván, meg az ember nem gyakran beszél így. De ez olyan, hogy tudod magáról. A választ, tehát az ember érzi azt magáról, hogy valami, amit csinál, abban tehetséges, csak ez gáz kimondani. Őszintén szóval nagyon hosszú idő volt, amíg én saját magam előtt is vállalni mertem azt, hogy én ezt szeretném csinálni. És minden mögött az van, hogy ha nem vagyok elég jó, akkor nem akarom ezt csinálni. Ez volt a kétel, vagy ezért tartott sokáig? Igen, tehát akkor minek? Mert tehát ez most a rég, tehát hogy amikor én elkezdtem felvételizni, meg elkezdtem ezzel az egésszel foglalkozni, és elég sok idő kellett ahhoz, hogy én azt érzem, hogy oké, van létjogosultságom itt lenni. Élete legnagyobb traumája egy szeretett férfi elvesztése volt? Igen.